Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetésekben. Mai napi vendégem hihetetlen erővel, energiával, tetterővel és tettvággyal rendelkezik. Tényleg mondhatom mindenféle túlzás nélkül, hogy szívvel, lélekkel képviseli azon emberek életét és érdekeit, akikre ő felesküdött, hogy ezt valóban csinálni fogja, akár ugye az életében, civil életében, akár pedig ugye a politikai életében. Vendégem a stúdióban Varga Tamás székesfehérvár országgyűlési képviselője. Köszöntelek nagy szeretettel, szia! Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket, és köszöntelek téged is. Köszönöm szépen a meghívást. Én köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, rengeteg dolgodban. Ugye államtitkár is, hogy erről beszélünk majd természetesen a műsor folyamán. Mondtam a beköszönőben, hogy rengeteg dolgod van. Elképesztő erővel, energiával rendelkezel. Rögtön két kérdésem lenne elsőként, hogy honnan van ennyi energiád, a másik pedig az, hogy próbáljuk meg felvázolni a nézőknek, hogy hogy telik egy napod úgy nagyjából. Köszönöm szépen, hogyha úgy látod, hogy rengeteg energiám van még. Igen, úgy látszik. Felé is. Úgy látszik. Honnét merít ez ember az energiát? Hát egyrészt genetika, amit kapunk és örökségbe kapunk a szüleinktől. Másrészt a sok-sok izgalmas feladat, ami nap után sokszor rettenetesen zsúfoltan, de szembe jön veled, elkezdesz egy napot, és hirtelen délutánra sokkal több dolgod van, mint ezt még reggel gondoltad, bár van egy naptárad, ami szerint ugye kell menned A-ból B-be, aztán B-ből C-be, és így tovább, és így tovább, és délutánra felborul az egész. Igen. És egy ígéretesnek látszó nap, ami 5 óra körül véget érne, hirtelen 7 és 8 óra körül ér véget. Jön egy időhurok, ami elragad magával. Bekerülsz ebbe, igen, a, és akkor borul ebbe minden. A rettenetes körforgásba, de én szeretem csinálni, és élvezem, és főleg amikor látom, hogy nem csak tudom, hanem látom is, hogy van valami eredménye, látható eredménye a munkámnak. Igen. Vannak segítői nyilván, akik kezelik a naptáradat, akik szervezik a programokat, mert ugye nyilván egyedül ez nagyon-nagyon nehéz lenne. Természetesen mindenkinek államtitkárként is egy titkárság segíti a munkámat, és országgyűlési képviselőként is vannak munkatársaim, akik segítenek abban, hogy itt Fehérváron is jól menjenek a dolgok, akkor is, hogyha nem vagyok itt, és segítenek akkor is, amikor itt vagyok. Holnap például Kisfaludon fogjuk délután meglátogatni a nyugdíjasokat. Minden évben, én már hagyományosan, mióta én országgyűlési képviselő vagyok, én is, és a munkatársaim segítenek ebben, mert egyszerűen képtelenség minden nyugdíjas klubba ellátogatni. Most a járvány miatt nem lehet, mert a nyugdíjasok sem találkozhatnak a megszokott módon a klubjaikban, de megszoktak minket hívni, és ilyenkor mindig vittünk és viszünk egy ajándékot, úgyhogy most mi házhoz megyünk. Házhoz megyünk, és az idei év ajándékát is elviszük a nyugdíjasainknak. Ez egy szép dolog. Múlt héten Börgöndön voltunk, és most holnap délután Kisfalud a célpont. Azt képzelnél az ember rólad, hogy már gyermekkorodban is egy nagyon céltudatos, eltökélt, közösségért tenni akaró ember voltál. Milyen gyerek voltál gyermekként? Hogy emlékszel rá? Hát a szüleimet kellene megkérdezni, de én gyerekként is sok mindent csináltam. Én szerettem iskolába járni. Tehát ez, az ritka pedig azért valaki szeret iskolába járni. Borzasztó. Én nem ismertem megmondani. Igen, nem ismertem az osztályban. Akkor mondják, hogy pedál, úristen. Persze. És én véletlenül jó tanuló is voltam. Igen? Igen. És a fiútól nem azt várták. Azt várták, hogy legyen rossz. Erre is legyen rossz, legyen, verekedjen. Maximum. Igen. Éppen, hogy átmenjen a matek vizsgálat. Csalódást okoztál akkor. Igen. Igaz, de hát otthon nagy volt az elvárás. Tehát, hát nálunk ilyen szelid és nem erőszakos formában, de az ötös volt az alap. Tehát az ugye elvárt volt attól, attól eltérő eredményt nem szívesen de látom. Ezért a saját tanár. Hát akkor érthető módon, igen. Apám is tanított, ugyan pszichológus, de gyógypedagógusként kezdte, és több évig tanított gyógypedagógiai tanárként, tehát ők igazán tudták, hogy milyen, és aztán ilyen gimnáziumban
bár én arra büszke voltam, hogy, és örültem annak, nem büszke voltam, örültem annak, hogy én egy évvel korábban kezdtem a József Attila gimnáziumban, a Ciszter gimnáziumban az első osztályt, mint az édesanyám, aki másodikas volt, amikor oda került tanárnak, mert az egy nagyon... Ott is tanított a édesanyád az iskolába. Ott tanított az iskolába, az iskolába, ahol én gimnazista voltam, de szerencsére az első... Nem tanított téged? Nem. Mert akkor ad egy szaktanárit anyukád neked, és akkor irasd alá szüleiddel, és anyukád, amit a szaktanárt aláírja. Szerintem összeférhetetlen volt olyan tanár ismerősöm, aki tanította a saját gyerekét. Én is foglalkoztam a gyerekeimmel, hiszen az eredeti hivatásom az angol tanítás. Ja, én angolul tanítottam a gyerekeimet, kicsit így szervezettebb formában, természetesen nem otthon, mert otthon ezt nem lehetett megvalósítani, de aztán van akinél valami, ugye négy gyerekünk van akinél ez ment, van akinél nem ment. Uh-huh. De nem, csak ott tanított, ő volt a könyvtáros, és magyar tanított, de a könyvtár az egy ilyen központi igen, régebben még az volt. Most már nem gondolom, hogy mióta van internet, ugye begooglizzák és kinyerik az adatokat. Könyvtárban még menni kellett és tényleg buherászni a könyveket, hogy kiszedni az adatokat. Szerettünk. Uh-huh. Nagyon sok diák segített az édesanyámnak. Uh-huh. Ugye szünetekben volt a kölcsönzés, és nagyon sokan ott segítettek. Én arra emlékszem, hogy a Kinyerma rádió műsor mintájára én ilyen kinyerma-szerű műsorokat, vagy vetélkedőket csináltam a harmadik szünetben, bár a Józsefben minden szünet 15 perces volt, mindig egészkor kezdődtek az órák, és 3-4-kor értek véget. De a harmadik szünet volt a nagy szünet, és nem csak zenei kérdések voltak, ezeket én szedtem össze, akkor még nem volt Google könyvekből, találgattam ki kérdéseket, és akkor voltak apróbb könyv és egyéb ajándékok. Tehát akkor szerettél szerepelni mondjuk abban az időben, csinálni. Vagy abban a korszakban nagyon-nagyon, meg a közösségért tenni, ez már meglátszott abban is. Igen. Még verset mondtam. Igen? Én verset szeretted mondtam. A verseket? Matematika, fizika érdekelt az általános iskolában, kémia versekre jártam, matematika versenyekre, és aztán valamikor a másodikos, ami ma ugye a tizedik osztály, igen. Gimnáziumi évben érintettek meg a versek, és elkezdtem verset mondani versenyeken, szavaló versenyeken is, és ez hirtelen jól ment. Uh-huh. Érdek, akkor hirtelen, mind a hirtelen, jó volt, hirtelen jól ment, és arra emlékszem, hogy talán másodikban egy időben volt a matematika verseny és a szavaló verseny. De hogy oldottad meg? Mert hogy soha semmilyen matematika versenyen induló, nem indult a szavaló versenyen. A szavaló versenyen verset mondók pedig hát éppen bukásáltak matekból, tehát eszükbe sem jutott. És te meg bezzeg mind a kettőből jó voltál. És tanári kísérettel írtam a matek versenyen a dolgozatot, jött értem két tanár, lekísértek, elmondtam a szabadon választ, visszament, írtam tovább. Hihetetlen. Akkor megint jöttek, elmondtam a kötelezőt, visszavittek. És akkor nem mondták, anyuka, baj van ezzel a gyerekkel, tényleg baj van ezzel a gyerekkel, mindent így egyszerre csinál, ja, mindenben. Igen. Mondtad, elvárás volt, hogy jó legyél mindenből. És mindegyik versenyen második lettem. Nagyon szép helyezés, hiszen ugye nyilván mindegyikből nagyon jók voltak ott, meg ugye mind a kettőben tényleg volt egy olyan szinten, hogy dobogóra tudtál kerülni, két külön világban egyébként, igen, a humár meg igen, a de aztán a matematikát és a fizikát akkor el is hagytam. Uh-huh. És lettél angol tanár. És hagytam, és bölcsész lettem. És angol tanár lettél? Uh-huh. Angol nyelvtan. Az érdekelne, hogy te mondjuk angol tanárként hogy adtad a fejed politizálásra, tehát hogy és miként kerültél kapcsolatba a politikával? Mi az, ami megérintett benne? Volt valami nagy-nagy fordulópont, ami beütött, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni valaminek a hatására? Tetted, vagy csak úgy elkezdtél lefelé fordulni? Hát egy ilyen fordulópont, hogy most akkor ettől a pillanattól kezdve valami mással szeretnék foglalkozni, az nem volt. Összefüggött a politikával abban az értelemben, hogy 2000, ugye 2002-ben azt gondoltuk, hogy az Orbán Viktor vezette kormány eredményeket tudott abban a megelőző 4 esztendőben felmutatni, tehát akkor meg fogjuk nyerni a választást. Azóta tudjuk, hogy jó teljesítménnyel, jó kormányzati teljesítménnyel, jó képviselői teljesítménnyel eredmények
felmutatásával választást nem tudsz megnyerni, ígéretekkel inkább, bocsánat. Tehát akkor 2002-ben jött a megyesi kormány, és akkor hirtelen nekem több időm lett, hogy ennek volt-e valamilyen összefüggés az én szerződéseimmel. Én nem politizáltam aktívan, de hát mindenki tudta, hogy én melyik oldalon. Tehát akkor már tudták, melyik hogy oldalon állok, amikor mi 98-ban nyertünk, és bementem egy felnőtt tanfolyam hallgatói, az utolsó sorban ült egy, hát nem srác, hanem felnőtt férfi, és kinyitotta a táskát, elővette a narancsot, így letette az asztal, és azt mondta, hogy gyerekek, biztos, ami biztos. Tehát tudták rólam, hogy én melyik oldalon állok, de én nem voltam aktív látástól. Mikulásig reggeltől estig tanítottam, akkor lett több időm, és elkezdtem ezzel foglalkozni, és aztán akkor aztán városi szinten először András hívott abba a csapatba, ami 2006-ban elindult az önkormányzati választásokon. És akkor én lettem felsőváros jelöltje, majd felsőváros képviselője, ami gyönyörű négy esztendő volt, a szívemhez közel állt a városrész is, és különösen azért is, mert ott áll a közepén a Szent Sebestyén templom, igen, aminek a tornyán a bádogos munkát azért nagyapám csinálta két kezével. Na. A második világháborúban lebombázták, nagyon sokáig romosan állt a templom, és akkor újjáépítették, ezt megépítették, ezt a hagymakupolát, a vázat, és akkor a nagyapám borította be rézzel. Nagyon sok templomon, a Fejérvár szinte összes templomán dolgozott, de hát azok általában inkább javítási munkák volt. Itt a semmiből kellett ezt megépíteni. Ezt kevesen tudtuk, vagy kevesen tudták szerintem. Voltam gyerekként is fent, emlékszem. Na, nagy élmény lehetett egyébként templomba tényleg felmenni, esetleg vagy tető környékén, nagyon nagy élmény gyerekként, nem sok gyereknek adatott meg. Meg most sem nyilván. De nekem nincs tériszonyom. Igen, ez valahogy egy nagypapától ezt örököl. Na ez már egy pozitív dolog. Úgyhogy felsőváros, és felsőváros azóta is. Hát ezt hivetjük szépen, akkor nyilván gondolom. Igen. Lettél országgyűlési képviselő, illetve direkt nem mondtam a beköszönésből, hogy államtitkár is, hogy beszéljünk erről, amennyit lehet. Az államtitkárságról? Államtitkári pozíciódról. Az államtitkárságot igazából először a külügyi bizottságot és a honvédelmi bizottságot nem államtitkárként, ugye egyrészt a nyelvtudás hozta, a honvédelmi bizottságot pedig az a nyelvi tudás is, de nem csak nyelvi, ami abból ered, hogy 1991-ben még Gyurica Béla tábornok úr, később országgyűlési képviselő és államtitkár, és fiatalon hagyott itt minket, nagyon fájó űrt hagyott akkor maga után. Tehát 91-ben Gyurica Béla bácsi vett fel engem angol tanárnak, hiszen ő akkor már látta, hogy ebből a szovjet típusú hadseregből előbb-utóbb NATO-kompatibilis hadsereget kéne farigcsálni, és ahhoz mindenképpen kéne tudni a katonáknak angolul, igen, és én 91-ben elkezdtem, és 2003-ig tanítottam katonákat. Tehát a sok ami nekem is egy nagy tanulás volt, hiszen meg kellett tanulni katonaiul, és aztán angol katonai szaknyelvet, mert a katonai szaknyelvre kellett tanítanom a katonákat, nagyon sok. Sok mindent tanultál, sok te is katonát ott tanítottam itt Székesfehérváron. Fehérvár mindig valamilyen központ volt. Igen. Most az egyik legnagyobb, hiszen a Magyar Honvédség parancsnokságának itt van a székhelye, és meg is kezdődnek a beruházások, amelyek majd lehetővé teszik, hogy az épületek befogadják a parancsnokság összes katonáját. Tehát ez hozta a külügyi bizottságot, honvédelmi bizottságot, és Hende Csaba felkérésére így lettem államtitkár a Honvédelmi Minisztériumban 5,5 évig, és aztán 2018-ban a kormányváltás után Széjártó Péter miniszter úr felhívott, és megkérdezte, hogy volna kedvem vele dolgozni. Mondtam, Péter, természetesen. Mit kellene csinálni? Hát azt, hogy valami tudod, az előilletet, tehát ez a katona, kicsit ilyen katonás dolog. Igen, ebben segíthetni nagyon-nagyon sokat. Ez a katonás dolog, meg a külügy, miért tettem először, és a katonasághoz is köze van, a honvédséghez, meg a külügyekhez is lehet az köze van. Azt mondom, hogy
vállalnál ilyet? Hát mondtam, igen, természetesen. És 5 perc van visszahívott, hogy te vagy a polgári hírszerzésért felelős államtitkárom. Igen. Ugye ez nagyon szigorú hangzik, hogy polgári hírszerzésért felelős államtitkár. Ez mit akar valójában egyébként ez a pozíció? Hát a miniszter úr akkor 2018-ban kapta meg az irányítási jogkört az információs hivatal, amely a polgári hírszerzést végző szolgálat felett. Ez azt jelenti, hogy ő egy külgazdaságért felelős miniszter, a külügyekért felelős miniszter, és a polgári hírszerzés irányító miniszter, amelynek ugyan van egy önálló főigazgatója, de mégis egy miniszternek kell irányítani. Az elhárítást, ugye, ami a párja a hírszerzésnek, a belügyminiszter felügyeli, a katonai hírszerzés és katonai elhárítás pedig a honvédelmi miniszter, és ez 18-ban került vissza Szijjártó Péter miniszter úrhoz, és szüksége volt az irányítási munkában egy államtitkárra, aki azért segít neki ebben, igen, vagy bizonyos feladatokat rám ruházott, amiket én önállóan eldönthetek, és bizonyos jogköröket magánál tartott. Természetesen most volt éppen a héten a miniszter úr meghallgatása, évi rendes meghallgatása a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt, illetve a szolgálat meghallgatása, az információs hivatal meghallgatása a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt, ahol már a második napirendi pontban én képviseltem a minisztériumot, illetve a miniszter urat. Nyilván pozíció jellegéből adódóan nem tudunk sok mindent erről beszélni, hiszen ugye ti a munkátok által így rengeteg tényleg olyan titoknak a birtokában vagytok egyébként, amit hát nyilván országoknak jó tudni. Nem olyan régen beszélgettünk erről pont a Vörösmarty Rádióban, hogy minden országnak van ilyen, tehát nem csak Magyarországnak, minden országnak van ilyen, hiszen nagyon fontos, hogy az országok azért tudják, hogy a színfalak mögött is mi van mondjuk a többi országban. Igen, hát azért ez ma nem úgy kell elképzelni, hogy ez a James Bond filmekben látható, vagy az egyik legnagyobb író ebben a műfajban, John le Carré, aki maga is hírszerző volt, ilyen Fleming is egyébként, életének egy bizonyos szakaszában, tehát ezt ma már nem úgy kell elképzelni, tehát ahogy a digitalizáció, és a digitális eszközök ilyen hatalmas tért nyertek, és most a Covid-járvány miatt a szakemberek szerint 2-3 évet átugrottunk, és gyorsabban fejlődtünk, mint egyébként fejlődtünk volna. Ez azt jelenti, hogy a híreket is ezekről az eszközökről, vagy az eszközökön keresztül szeretnénk megszerezni, tehát védekezned kell, ugye a kibertámadások ellen, és hát nem lehet lemaradni a versenyben, az hírre, az információra, azért hívják információs hivatal, információra szükséged van minden körülmények között. Ez nem olyan kétpólusú dolog, mint a nyugati világ és a Szovjetunió szembenállása volt annak idején. Mindenki ott van ezen a pályán. Szükséged, tudnod kell, hogy mi történik körülötted, tudnod kell, hogy ki mit szeretne, igen, körülötted. Van bizalom, de azért mégse, azért nézünk a színfalak mögé. Igen. Beszéljünk most teljesen más témáról, más dologról, rólad, mint emberről, családodról mit lehet tudni, mi az, amit felmondhatunk? Hát van 4 gyerekünk, 3 unokánk, a negyedik jön áprilisban. Szép ott népes nagyon, család. Nagyon kicsi a korkülönbség. Az én 2 nagy és 2 kicsi gyerekem között is nagy kicsi a korkülönbség, köztük van nagy 10 év, ez így alakul, de amikor a negyedik unokánk megszületik, akkor a legnagyobb gyerek nem lesz 6,5 éves. Most lesz december 26-án 6, és április 1-én, ez nem vicc, születik a negyedik, mindannyian dolgoznak, különböző érdeklődési... Tehát nem tanári pályán vannak, ugye? Mint... Nem, tanár egyikükből sem lett. Tanár egyikükből de megtaláltak-e őket az életben? Igen, mindenki csinál valamit. Ugye beszéltünk a szereplésről, a versmondásról, ez a színészet, vagy a versmondás, a szereplés, az mindenki, az mi családunkon egy végig vonul, az én apám el is végezte a színiiskolát.
amellett, hogy a gyógypedagógiai főiskolát, és aztán a bölcsészkaron a pszichológiai szakot is elvégezte, és sohasem dolgozott igazából színészként, de később nagynevű színészekkel járt Rózsa egyik Kálmán színi tanodájában, mint Mécs Károly, hát Stanka István, Koncz Gábor. Persze. Csak ők aztán elvégezték ugye a rózsaegyi színiskolát, és aztán elmentek a színművészetire. Az édesapám megnősült, születtem én, és belőle pedig lett pszichológus, és a kisebbik fiam, hát most nem emlékszem, talán 8 évig játszott itt a Vörösmarty Színházban gyerekként. Tehát akkor hát megmaradt 8, a gyerekekben is. 7-8 éves késő. Korától ő kitalálta, hogy szeretné az 1000 éves sólyom, ugye a Han Solo űrrepülőgépét, igen, a Star Wars-ból szeretné megkapni. Mi a főutca másik végén lakunk, az iskola ezen, igen, a végén, és a főutcán keresztül vezetett hazafelé az út, és megkérdezte a feleségemtől, az édesanyjától, hogy megkaphatná ezt a horrorisztikusan drága 1000 éves sólymot, Lego. Ból összerakható 1000 éves sólymot is. Hát ez egy kicsit drága. Kicsit sokba kerül, kicsit, igen. Sokba, aha, kerül, hát mit tehetne ő? Hát hogy tudna ő pénzt szerezni? És akkor addig elértek a Vörösmarty Színházhoz, ki volt írva, hogy gyerekszínészeket keresünk. Egy a lehetőség. És akkor ő elment egy castingra, akkor még talán ezt a szót nem is ismertük. Igen. Elment egy castingra, és a Legyetek jók, ha tudtok című gyerekdarabban, akkor a Vörösmarty Színháznak az volt a műsorpolitikája, hogy minden karácsonyi szünetben kezdődően, hogy a gyerekek akkor ugye ráérnek próbálni, egy januári bemutatóval bemutattak valami olyan darabot, ahol székesfehérvári gyerekek játszottak, de legyetek jók, ha tudtok, ha valaki látta a filmet, persze, rengeteg nagyon gyerek szerepel. Nagyon nagy siker, jó zene. Persze. Az én fiam volt a legkisebb, a legkisebb gyerek, aki játszott, és aztán utána volt York hercege is. Tehát mindent bejárt akkor nagyjából, mondhatjuk itt a harmadik Richardban. Én nagyon élveztem, de nem akart színész lenni. Uh-huh. Nagyon, nagyon szerette, nagyon, nagyon élvezte, nagyon, nagyon jó barátságban volt a színészeket. Nagyon, nagyon jó volt, hogy felnőttek között volt, és természetesen mindenki tegeződött mindenkivel. Őt kollégának tekintették, hát neki nem gyereknek. Nagy dolog volt, igen. És ez hihetetlenül sokat, hát nem azt mondom, hogy segített, de úgy kinyílt. És olyan szerette, de egy pillanatra eszébe sem jutott, hogy... Uh-huh. hogy és más pályát választottak, hogy teljesen, mint a színészet. Közgazdaság. Uh-huh. Az is szép, az is jó nyilván. Ugye mindegyiknek megvan a maga nehézsége. Szeretem volna még kérdezni tőled, hogy rengeteget dolgozol, ugye ezt tudjuk, látjuk, említetted is egy napodat, hogy milyen. Szabad időt, hogyha van, nagyon kevés gondom, akkor mit csinálsz, mit szeretsz csinálni a szabad idődben? Hát régebben szerettem, én teniszeztem, erre abszolút nincs időm, maximum egy jót sétálni. Tehát max alszó szabad idődben, meg sétálsz egyet ennyi, mert ennyi szabad időd van, gondolom. De szívesen elviszem az unokákat játszótérre sétálni. Akkor azt élvezik biztos, amikor hát nyilván. Hát ők játszótér mániások, ők órákat képesek eltölteni azzal, hogy fölmásznak, lemásznak, nagyon szeretik a Koronás Parkot. Igen. Amikor itt vannak, ők, a gyerekeink nem Fehérváron élnek, ők pestiek lettek, budapestiek lettek. Akkor kijártok a Koronás Parkba az unokákkal. Koronás Park az a nagy sláger, az a papi, menjünk a Koronás Parkba, És akkor sokat lehet ott veletek, amikor jó idő van, nyilván sokat lehet veled akkor találkozni a Koronás Parkban. Jó időben igen, de hát őket a rossz idő sem zavarja. Hát esőben természetesen nem, de kitartóak és örök mozgók. Műsor vége felé járunk, nagyon hamar elmegy a műsoridő. Rengeteg dolgot eléltél már, megvalósítottál már. Van még valami nagy-nagy dédelgetett álmod, terved a jövőre nézve, hogy ezt én még mindenképpen meg akarom csinálni, akár eljutni valami helyre, akár megszerezni valamit, pozícióban, tárgyat, mi az, amiről nagyon-nagyon vágysz még a jövőben? Hát én azt hiszem, hogy nem lehetek elégedetlen, hiszen ezt a gyönyörű várost képviseltem majd 11 éve az országgyűlésben, ennél többet, és hogyha a ciklus végére előre tekintünk, akkor ez 12 esztendő, és
És abban bízom, hogy azért, azért annak a munkának, ami nem nagyon látszik, hogy egy országgyűlési képviselő egyik minisztériumban, a másikba járva minisztériumok rejtett zugaiból szedi elő, kutatja, felkutatja, beszélget, tárgyal az előterjesztéseket, aminek nyomán megvalósulhat egy rendházfelújítás, ami a Szent István Király Múzeum, megvalósul heteken belül munkaterület átadásra kerül sor a Köztársaság Múzeumban, ahol a Bazilika történeték kiállító hely jön létre, vagy ott az Osan körforgalom, aminek a, ahogy mi szoktuk fogalmazni, turbósítása lehetővé teszi, hogy ne legyen akkora, lesz, igen, ne legyen akkora dugó, de természetesen az igazi megoldás majd, ha az elkerülő útból egy negyedik lehajtón be is ki lehet menni az M7-esre, anélkül, hogy be kelljen jönni a 62-es út kereszteződésén keresztül az Osan körforgalmakhoz. Tehát ezek megvalósulnak, vagy sikerült elérni azt, hogy annyi buszjárat van most Budapest és Székesfehérvár között, amennyi van, mert pont 6-tal volt kevesebb. Elképesztő nehéz munka ez persze ennek az ember örül, hogy sikerült egy kicsit, picit előre mozdítani, és valami jót tenni a városának, aminek rengeteget köszönhet. Ez egy nagyon szép végszó volt. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és további erőt, energiát kívánok neked. Köszönöm szépen a meghívást. Önöknek pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.